Sziasztok! Ma egy elég lapható ételt készítettem el, és ez nem más, mint a paraszt reggeli, ugye ezt nagyon sokan kedvelik, nagyon sok férfi, nagyon magyaros, és hogy honnan ered a neve, erről fogalmam nincsen, esetleg van valakinek valami ötlete, akkor mondja el, de egyébként ugye ebben minden belekerül, és hogyha lehet, hogy annól, amikor elindultak dolgozni a falukból, és ha kimentek a szántóba, akkor azért tették ezt az ételt, mert aztán ez eltartott elég sokáig, vagy akár egész napon keresztül, mert ennek a hatása ugyanis tényleg nagyon-nagyon laktató és nagyon-nagyon finom. Ezt is ezerféleképpen, ezer összetevővel el lehet készíteni, szóval tényleg ez is ilyen mindent bele, de azért van egy alaprecept, és én most ezt készítettem el. Nézzétek meg, hogyan készült ez a finom étel. Ez az adag körülbelül 2 főre elég, bár mondjuk ahhoz inkább 4 tojást használnék, de egyébként elég lesz ez 2 főre is, amit most készítek, 3 tojásból. Egy kis békönt pirítunk legelőször, vagy egy szalonnát, tehát teljesen mindegy, amilyen szalonnátok van otthon, azt pirítsátok meg első körben. Ahogy elkezdett a szalonnánk jobban pirulni, vagyis sülni, mint elindult, ugye most már lett egy kis zsírja, erre tegyünk egy egész, vagy egy fél fej hagymát. Aki szeretne, az fokhagymát is rakhat hozzá, ez teljesen rátok van bízva. A következő alapanyag, amit hozzáteszünk, ez a nagyon apróra vágott krumpli. Arra figyeljetek, hogy ez tényleg rettenetesen apró, és ez azért ilyen picike, mert ha nem ilyen picivel, pici krumplival dolgoztok, akkor a krumplit előtte meg kell főzni. Ha ilyen nagyon kis keskenyre vágott krumplival csináljátok el az ételt, akkor ezt a főzési folyamatot ki lehet hagyni, hiszen konkrétan meg fog sülni a krumpli az ételben. És ugye nem lesz kemény, ugye mert a főzéssel azt kerüljük el, hogy kemény legyen a krumplink. És ne süljön meg, de hát ugye ilyen kis vékonyak azok könnyedén megsülnek, amire elkészül az ételünk. Itt tehetünk rá egy kis borsot. Ha piros paprikát, örölt piros paprikát is tettek az ételhez, akkor azt ne most tegyétek, mert meg fog égni, hanem majd, amikor már benne van a kolbász és a paradicsom paprika is, akkor tegyétek hozzá a piros paprikát. A borsnak attól, hogy most tesszük bele, kijön sokkal jobban az íze. Egyébként ez minden fűszerrel így van. Olvastam olyan parasztreggelit is, amiben majoranna van, hogyha gondoljátok, akkor a majorannát is most már bele lehet tenni. Figyeljetek oda, hogy így forgassátok egy picit ugye a krumplit is, hogy minden oldala, tehát hogy mindenképpen mindenhol megsüljön, vagy az összes kis krumpli darab megsüljön. Meg hát ugye, hogy nehogy leégjen. Ha gondoljátok, tehettek hozzá sonkát is, füstöltet is, tehát hogy tényleg ennek az ételnek is a képzeletetek taphatárt. Lehet látni, hogy a krumpli már szépen sül meg. Ezért most hozzátesszük az összevágott kolbászt. Ez most gyulai, egyébként én tolmásit szoktam használni, csak most nem volt. Most gyulaival készítjük. Ez körülbelül egy ekkora darab, amit hozzátettem. Most arra várunk, ugye, hogy a krumpli megpuhuljon. Azt ugye meg tudjuk úgy nézni, hogy beledugjuk a fakanalat, és akkor, amikor már így málik szét, próbáljunk ilyen vastagabbakat, tehát amit kicsit vastagabbra vágtunk esetleg, azt nézzük meg, mert nyilván akkor a vékonyabb az már elkészült, és azért is cserélgetjük így a krumpliknak a helyét, meg kavargatjuk, hogy biztosan mindegyik, mert ugye ami kicsit így följebb van, és ott felejtjük így a szélén, akkor az nyilván nem fog megsülni. Ugye ezért így mindig cseréljük a krumpliknak a helyét a kavargatással. És akkor látjuk, hogy már ugyan vastagabb krumpli is így szétment, akkor jöhet hozzá a következő alapanyag. És ez lesz a paprika. Egyébként valaki paprikát nem tesz bele, csak a hagymát. Nyilván minél több alapanyagból van, annál finomabb.
Ez egyébként egy fél paprika, amit most hozzátettem. Egy nagyobb paprikának a fele. Hát már érzem az illatokat, hogy annyira finom, hogy így lengi be a lakást. A paprika is isteni. Egy pici sót is teszek rá, de tényleg csak egy lehelletnyi tegyetek, mert ugye maga a bacon és a kolbász is sós, tehát vigyázni kell vele, hogy nehogy elsózzuk az ételt. Inkább utólag tegyen rá, aki majd eszi, mint hogy nagyon elsózzuk. És akkor most hozzáteszek, ez kettő kisebb koktél paradicsom, összevágva. És az utolsó hozzávaló a tojás, amikor összeesett ugye a paradicsomunk. És akkor azt szépen elkeverjük rajta. Vagy egészben hagyjuk ki, hogyan szereti, és fedő alatt megsütjük. Ennél az ételnél egyébként össze szokták így keverni, és ahogy ez a tojás megsült, kész is van az étel. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogyha ti ezt az ételt másképp készítitek el, vagy hogy a plusz összetevőt tesztek bele, és mik azok, amitől még finomabb lesz. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lentlátható levelezési és e-mail címükre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!